Schiffer András, akit köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok. A HVG-ben olvastam egy Róna Péter írást, amely azt boncolgatja, hogy hát miért ne lehetne kiírni népszavazást Paks 2 ügyében, semmi nem akadályozza, mert az ő álláspontja szerint a magyar és orosz államok közötti szerződés nem államközi szerződés abban az értelemben, ahogy erre mindig hivatkoznak, hogy egy ilyen szerződés nem lehet népszavazással bolygatni. Ráadásul fel is bontható a szerződés, nem lenne szerződésszegés, mert magában a szerződésben van erre egy klauzúra. Ez az alapja annak, amiben az LMP bízhat? Szerintem ez is egy elgondolható érvelés, amit Péter felvetett. Miért nem államközi szerződés? A Róna cikknek az érvelése, amit én egyébként osztok, az más kérdés, hogy a magyar jogi fórumokon, meg a magyarországi nemzetközi jogászok között ez mennyire népszerű álláspont, hogy abból indul ki, hogy a Bécsi konvenció, aminek Magyarország is részese, az definiálja, hogy mi a nemzetközi szerződés. Nemzetközi szerződés az, amit a nemzetközi jog alapján hoznak létre. Ez az Orbán-Putyin paktum pedig az egész szerződést, ami létrejön a két állam között, alárendeli a magyar, illetve az orosz jognak. Kifejezetten kimondja, hogy nem a nemzetközi Kifejezetten kimondja, hogy az orosz, illetve a bármikor változó magyar, illetve orosz, sőt a magyaron keresztül az uniós jog szabályainak aláveti magát a szerződés. Ez kicsit közérthetőbben, vagy nem tudom, mennyire ez közérthető megfogalmazva, a tipikus nemzetközi szerződés, hogyha a Bécsi konvencióból indulunk ki, az arról szól, hogy két állam, vagy több állam, lásd az Európai Uniót, vagy más ilyen integrációkat a világon, lásd a szabadkereskedelmi egyezményeket, abban állapodnak meg, hogy létrehoznak egy közös szabályozási rendszert. Egy közös szabályozási területben állapodnak meg. Tipikusan, amiről ugye itt a vita folyik Európában már több éve, hogy a szabadkereskedelmi egyezményekkel pontosan az a probléma, nem az, hogy Magyarország, az egész Európai Unió a szabályozási kompetenciáit megosztja Kanadával, Egyesült Államokkal és a többi, ebből van a konfliktus. Vagy részben ebből van a konfliktus. Itt pedig nem ez történik. Meg szó nincs erről. Tehát az energiapolitikai autonómiáját Magyarország, mint ahogy Oroszország sem osztja meg a másikkal. Nem jön létre közös szabályozási terület, hanem azt mondják, hogy ők egy projektben állapodnak meg. Ha úgy tetszik, szemben a klasszikus nemzetközi szerződésekkel, ez egy államközi egyezmény, ahol a két állam gyakorlatilag egy kereskedelmi szerződést köt, mint hogyha két cég kötne egy kereskedelmi szerződést. Ebből indul ki a Péternek értem, az érvelése. De azt is jól értem, hogy azért ez egy elég szélsőséges értelmezésű jogászkodás. Én tehát, ezt nem nevezném szélsőségesnek. Ezt azért a legtöbb jogász erre azt mondaná, hogy jó, ez fából vaskodik, ez az államok között van ez. Nem nevezném szélsőségesnek, és azért külön megérne majd egy kört, hogyha valahol a Bécsi konvencióval ütköztetik a 2014 évi kettes törvénnyel kihirdetett Orbán-Putyin paktumot, vagy a magyar álláspontot ezzel kapcsolatban. Az más kérdés, hogy az Alkotmánybíróság nem elmúlt 6 éves, hanem az elmúlt 20-valahány éves gyakorlata, meg a legfelsőbb bíróság és ma a kúria hozzáállása, és a magyarországi nemzetközi jogászok hozzáállása alapján nem biztos, hogy ez egy népszerű megközelítés. Na de mit mondom? Mert hogy azt mondja, hogy részben igazat ad Róna Teljes egészében igazat adok. Szerintem a Péter érvelése abszolút helytálló. Tehát a Bécsi konvencióból kiindulva az Orbán-Putyin paktum nem egy nemzetközi szerződés, hiszen a két ország belső jogának rendeli alá a szerződést. Én azzal érveltem egyébként, szintén a HVG-n, csak a netes verzión, hogy ha viszont azt mondjuk, hogy a magyar jogi fórumok azt mondják, hogy ez egy nemzetközi szerződés, és ugye tudjuk, hogy sem az alkotmány, sem az alaptörvény nem engedte, hogy nemzetközi szerződésbe referendum belenyúljon, akkor is van egy ösvény, amin lehet, akkor is, hogyha a nemzetközi szerződés jellegét nem firtatják a magyar jogi fórumok, akkor is van egy ösvény, ahol igenis lehet érvényesen népszavazási kérdést feltenni, mégpedig, hogyha nem a szerződést akarom felbontatni egy népszavazási kérdéssel, nem azt firtatom, hogy miért az oroszokkal bővít Magyarország, miért ilyen kondíciók mellett állapodott meg, hanem az előkérdést feszegetem, hogy szükség van-e az élettartam hosszabbításon kívül hosszú távon a következő 50-60 évben Magyarországnak nukleáris energiára. És tehát a Róna-féle másik érv, hogyha kijön az, hogy azt mondja a nép, hogy nincs. Így van. Akkor ebben a szerződésben ott van a 18-as cikk
harmadik bekezdése, amely minden jogkövetkezmény nélkül felbonthatóvá teszi ezt a megállapodást. Ha abból indulunk ki, amit a Péter felvetett, hogy nem nemzetközi szerződés a bécsi konvencióból kiindulva, akkor természetesen minden további nélkül föl lehet mondani. Ha ami az én kiinduló pontom volt, hogy nem fél, én fogadom el, hogy nemzetközi szerződés, de nem firtatom, hogy nemzetközi szerződés. Tehát magyarul, ha abból indulok ki, hogy azt fogják kimondani a magyar jogi fórumok, hogy ez nemzetközi akkor szerződés. Ilyen szabályok szerint nézzük meg. Akkor nem lehet felmondani, de amit én javasolok irány, az nem arról szól, hogy mondja föl a magyar állam az Orbán-Putyin paktumot, de én szeretném, hogy fölmondanám, mert egyébként lehetősége van Magyarországnak, de a népszavazás valóban nem indulhat arra, hogy mondja föl, vagy a népszavazás eredménye nem vezethet arra, hogy föl kelljen mondani, ha ezt nemzetközi szerződésnek ismerjük el. Csak hogyha végignézzük az egész egyezményt, akkor hogyha Magyarország a magyar belső jog alapján azt mondja, hogy élettartam hosszabbítás oké, de hosszú távon, egy nukleáris energia nélküli energiamixet képzelünk el az unokáink, dédunokáink számára, akkor ebből még nem következik az Orbán-Putyin paktumnak a felmondása. Tudnék, az egyes cikknek a harmadik pontja világosan esetleges további blokkokról beszél, és egyébként pedig az egész egyezmény az nem csak a új blokkok építéséről szól, aminél ott van ez az esetleges megjelölés, hanem az élettartam hosszabbításról, illetve egyéb nukleáris technológiai hát 60 évre beszélt ma már Lázár János, hogy a következő 60 évet meghatározzák. Ebben, hosszú távra gondolkoznak. Olyan nincs. Tehát ez a szerződés nem osztotta meg Magyarország energiapolitikai szuverenitását, nem adtuk át a saját energiapolitikai szabályozásunknak egy aprócska szeletét sem Oroszországnak, nem osztottuk meg Oroszországgal. Innentől kezdve népszavazást lehet arról rendezni, hogy mondjuk 20-30 év után akarunk-e még nukleáris energiát a magyar energiamixben, vagy pedig egy olyan energiarendszerben gondolkodunk, ami fenntartható, amelyik a legkevésbé károsítja a természeti erőforrásokat. Most én attól félek, hogy a ezt föl lehet tenni alkotmányosan. Eszem ágában nem lenne senkit lebecsülni, de nem túlságosan felkészült atomenergia kérdésekben. Tehát arra a kérdés, hogy akarok-e Paks 2-t, valószínűleg egyszerűbben lehetne válaszolni, ezt mindenki megítéli, szintén nem annyira a felkészültsége, mint a nézőpontja alapján. A kormány azt mondja, hogy mindez, ami itt ezügyben zajlik, ez tulajdonképpen egy politikai akció, és semmi más. Persze, hogy politikai akció. Most, ha így értelmezzük, lehet az ezeknek a népszavazásoknak az esélye, hogy ez egy kormány ellenes népszavazás kezdeményezésnek tűnjön az emberek előtt? Amikor elkezdte a kérdését mondani, majdnem itt cinikusan közbeszóltam, hogy a globális migrációval és a nemzetközi joggal kapcsolatban sincsen az átlag polgár jobban kiművelve, mint az atomenergiával. Persze, sokat el kell mondani, hogy mi a kérdés, valahogyan, és akkor valamilyen véleménye lesz. És én erre mondtam, hogy valamelyik kommentre az oldalamon, hogy hát amikor parlamenti választást rendezünk, akkor még komplexebb a kérdés, mert ott egyszerre beszélünk a migrációs politikáról, energiapolitikáról, agrárpolitikáról és a többiről, az egy még komplexebb probléma, mint amit egy népszavazáson föltesznek kérdést. Én nagyon nem szeretem a technokrata érvelést. Itt nem arról van szó, hogy most az atomenergia, atomfizika rejtelmeihez kiért. Ezt a kérdést meg lehet fogalmazni úgy is, hogy azt látjuk, hogy ahol az elmúlt 20 évben új blokkokat létesítettek, ott bizony az áram ára felszökött. Na jó, tehát a rezsicsökkentés... Ez is egy olyan érve, majd el fogja mondani a kormány, hogy ez mennyire nem igaz. Jó, csak a számok ennek ellent mondanak. Ez a bármilyen módon átmenő népszavazás kezdeményezés, ez végső soron majd arról fog szólni, hogy Orbán takarodj? Én szerintem többről van szó, ha már ennyire lemegyünk napi politikába, akkor ez a kérdés nem pusztán... Hát politikai párt nem csak Orbán takarodj, hanem ez a 20. századi pártoknak szóló takarodó is lehet, hiszen azért én nagyon élesen emlékszem, hogy ha nekem jó a memóriám, akkor nem nárcisz kutya nyaldosta Vlagyimir Putyint felcsúton, hanem Totó kutya a Szemlőhegyen. Nárcisz kutya, Totó kutya. Ha jó az én memóriám. Ennyire nem is vagyok benne a kutyák pedig 2007-ben, 2008-ban. De 2009-ben fogadta el a parlament az első nekifutás, ezt a Paks 2 beruházást. Na de akkor viszont, amikor a kormány, a mai kormány azt mondja, hogy 2014-ben az emberek elmondták a véleményüket erről a Paks 2 beruházásról, erre lehetne mondani, hogy nem, azt 2010-ben mondták el. Akkor ez semmit nem jelent ma. Hát egy ciprologikával akár ezt is lehetne mondani, de sokkal nagyobb tétről van szó, és én azt látom, hogy ha az Alkotmánybíróság tartja magát a korábbi gyakorlathoz, tehát ez konkrétan ez a 72/2002-es alkotmánybírósági határozat, akkor
az magyar energiapolitika jövőjéről szóló kérdésnek zöld utat kell engedni, akkor is, hogyha elismeri a nemzetközi szerződés jellegét az Orbán-Putyin paktumnak. Nézd, nem a paks 2002-ben, amikor Magyarország még nem volt EU tag, létezett a társulási megállapodásunk, a MIÉP egyébként nagyon helyesen föltette egy kérdést, hogy a termőföldforgalommal kapcsolatban, ez nem 2002-ben született meg, ez 97-es volt a kezdeményezés, még a Horn kormány alatt. 2002-ben született az AB döntés, de lehet, hogy már az évszámokat egy picit keverem, elnézést. És akkor azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy a MIÉP által föltett kérdés nem vezet a társulási megállapodás módosításához vagy felmondásához, hiszen ott az van, hogy törekszik a jogközelítésre, tehát a jogharmonizációra Magyarország. Ennek a mértékét pedig nem adta meg. Logikailag pontosan ugyanaz a helyzet most a további blokkok építésével kapcsolatban, mint 2002-ben volt a termőföldforgalommal kapcsolatos jogközelítéssel kapcsolatban. Pontosan, és az Alkotmánybíróság a testület összetételének változásaitól függetlenül azért nagy vonalakban következetes, független attól, hogy Orbán Viktor ugye alaptörvényben rögzítette, hogy el kell felejteni a régi döntéseket, következetes a régi gyakorlat. Hát izgalmas még akkor is, hogy alapvetően jogászkodásnak tűnik, csak hát egyrészt a jövőnket befolyásolja, másrészt pedig sok minden a zsebünket is, és a Magyarország élhető, és nem csak Magyarország, a Kárpát-medence életminőségét. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.